A halálos játszma előző epizódjában a versenyzők a napkártyát keltették életre. Feladatuk az volt, hogy két csapatra osztódva megpróbáljanak minél több pontot szerezni saját csapatuknak. A hét győztese címet ismét Avokádónak sikerült bezsebelnie, és ezzel együtt egész csapata biztonságban úszta meg a hetet. Viszont Zeri csapata már kevésbé volt szerencsés. Balos gyenge gyilkosköre miatt, Night Raven pedig a csapatjáték és kommunikáció hiánya véget, végül egy pár bajban küzdöttek meg, és végső soron Raventől váltunk meg. Viszont állítsuk egy kicsit feje tetejére a játékosok perspektíváját. Ha eddig minden egyes eszközükhöz foggal körömmel ragaszkodtak és éltek is velük a versenyben maradásért, akkor ezeket ma mind elvesszük tőlük. A látó egyből el is árulta a játékosoknak, hogy a héten felhúzott kártyája az akasztott ember. Ami egy kifejezetten érdekes lap. Ugyanis egy teljesen új látásmódra vagy éppen átgondolásra kényszeríti az illetőt. Viszont mielőtt még elárulhattunk volna bármiféle részletet is a feladatról, meg lett kérve az előző hét nyertese Avokádó és a legutóbbi párbaj túlélője Balos, hogy rendezzék le maguk között mégis ki lesz a hét gyilkosa. Na fény, akasztott ember. Igazából bármelyik gyilkos a lényeg, hogy várjál, az akasztott emberről nekem basement buba jut eszembe. Nekem meg piramis, ja nem. Balos? Én bevállalom, ha ezzel múlik, persze. Én bevállalom. Ha már tegnap akkor... nem tudtam nyomni, akkor most itt most kértetek, kicsapom. Menjem. Jaj. Hát hallottátok, hogy Balos tervei szerinte ki fogja ma csapni. Bár ez elég merész kijelentés, tekintve, hogy gyakorlati síkon még semmit nem tudnak a feladatról, ám de legyen. De csak hogy tényleg ne vakon legyenek a versenyzők, el is árultuk a feladat részleteit. Mindenféleképpen a seknél fogtok majd találkozni a kipörgetett pályán, és itt a gyilkos mind a három túlélőnek lekever majd egy pofont, és amikor kiasztásra került az utolsó hit is, akkor utána egy perce van a túlélőknek, hogy a loadoutjukban lévő egyetlen egy perkel, ami a plot twist, valahol elplotwisteljenek, és ki kell bírniuk 3 percet, hogy úgy, hogy a gyilkos nem találja meg őket. Dealsalker nem játszik, gondolom. No, a gyilkosnál semmiféle perk, semmiféle addon nem lehet, pont emiatt egyébként bármelyik gyilkossal jöhetsz. Viszont így van. A túlélőknél is ugye mondom, csak és kizárólag egy plot twist, és azt nagyon-nagyon fontos hozzátenni, hogy ezzel nem lehet felállni, és nem hanem... szóval mozogni, ez azért egy érdekes téma, mert hogy a 3 perc az pont egy olyan időintervallum, amikor már egy egész raj lesz körülötted egyébként az idő lejártával. Úgyhogy ilyen nagyon-nagyon minimálisan, szinte körbe-körbe magadnál ott érdemes mozogni, de így van, tehát hogy ahogy ugye majd Krisz fogja nézni a spectateben a dolgokat, tehát én lefújom az egész feladatot, ha valaki meglátom, hogy már az egyenlítő körül jár a földnél, mert annyira elment a kezdeti pontjától, úgyhogy igen, ez külön kérésem lenne, hogy tehát tényleg az lenne a lényeg ennek a feladatnak, hogy valami jó spotot találjatok, és akkor annak a közelében picikét ott húzzatok, de hogy nagyon-nagyon elmenni, azt nem igazán lehet. Azt hiszem, mennél a feladatnál talán semmilyen kérdés nem merült fel a játékosokban, lévén, hogy 3 mondattal el lehetett mondani. Viszont a tét ugyanakkora, mint az eddigi összes héten, úgyhogy remélem azért nem veszik félváról a dolgot. Miután megalkották csapataikat a többiek, és eldöntötték, hogy pontosan melyikük is fogja kezdeni a fekve bújócskázást, meg is pörgettük a szerencsekerekét, amire különböző pályákat írtunk fel. Van, amelyiken könnyebben el lehet bújni, van, amelyiken egy picikét nehezebben, de a lényeg, hogy az első fordulóra a Groaning Storehouse pálya második variánsán fog sor kerülni. Úgyhogy neki is látták a versenyzők a feladat előkészítésének. Ugye nem Dredge-et hoztál? Nyilván ezt hoztam volna. Félek, hogy nem is lett volna sötét, ugye? Várja, már most rossz irányba megyek. Hol van a sötét? Jobbra, jobbra, yes. Jaj, de hogy te miért?
Hát, oh, hi! Hello! Nem, szia! Akkor én kifutnék-e valahol máshol? Ugye, Bence, te is elutasítod? Yes. Szia, Bence! Dobalántunk, mert ez nem ér. Csak szörjem szét, vagy nem? Amatőr szét, yes. És akkor megkérnélek valós, hogy fáradj be a seggben. Maradj is ott. A túlélőknek pedig indult az egy perce. Pincébe menjek? De egyébként ebben egy teljes... Oh my f***ing god. Fél időnél vagyunk közben, nem? Jó, gyorsan elmegy. Akkor 3 percem lesz, vagy? Így van, 3 percet van őket megtalálni és felakasztani. Megborultam. Baj? Remélem közelbe. Azaz. 10 másodperc. Akkor indul. Most, ugye? Még nem, most indulsz. Oké, okay, most. Hello. Kinek hogy tehet a hétvég? Aha. Remekül, túl órával. Oh. Lehet addig Minecraftozni? A Dixins ezek, tényleg. Annyi mitet lehet, kell mozogni ahhoz, hogy így ne spawnolj a szar fölém. Igen, igen, annyit amúgy nyugodtan, meg érdemes is. De nem azt, hanem hogy mennyit nagyjából. Ja, hát... Az nem elég, ha a tengelyet körül forogsz. Hanem egy ilyen pici körökben. Ha kivérzek, az... Vaj? Hát ezért érzés, azzal nem? Is... yes, hívom. Van már madárkám, az nagyon baj, mi? Ez egy gatya. Hát nem is telt le 1 perc. Igen. Ezt úgy, hogy mozogtam. Na mindegy. Nem. Igen, ez. Mozogtam és rám is madár. 40 szek után. Igen, ez amúgy. Lehet kóbizni, hát, vagy meg, hogy halljak húkon? Nem. Meg kell hagyni. Jaj. Hát ez döbbenetes. Hi! Hi! De jól teljesítettünk, gyerekek. Igen. Ez... Csapalom bájász. Ez nem túl jól fűztek-e hozzá amúgy valamit ez az egészhez. Semmit. De amúgy hát nem is lehet akkor átmozogni, vagy annyira hát, mozogni, hát, négy öreg madár. Hát egyik tesztelve van, mi is teszteltük, és nálunk nem jár ilyen pont. Most ilyenkor mi van? Nem tudom, én mozogtam is, tehát így nem tudom, hogy ez most... Ezt hívják annak, hogy mélyparok. Ment, ez mondjuk azt imádom. Igen? Krisz ugye mindenkit nézegetett, és még nem is néztem a progress bart, de hogy a recoverrel amúgy tudtatok volna játszani, mert a recover az akciónak számít, tehát hogyha folyamatosan kicsiket recoveröztünk, akkor elkerülitek a varjakat, így van. Oh. Ennyit használunk plot twistet, köszönjük! Igen. Úgyhogy igen, a szervezőkkel is amúgy így tudtuk ezt letesztelni, hogyha nagyon-nagyon beosztották a recovert és nagyon-nagyon mozgolódtak a recoverök között, akkor el tudták kerülni a varjakat. Aha. Korrekt, teljesen. Ez jó lett volna tudni, hogy van ilyen a játékban. Nem baj, nem baj, hát tanultuk ma is valamit. Tehát utólag logikus. Elnézést, hogy minden egyes héten áll a szavam, de hát ezek a teljesítmények... Úgy látszik, nem túlzottan sikerült átgondolni a taktikáját az első csapatnak, de... Hát, láttátok, hogy mi lett. Viszont hátra volt még egy csapat, akikre várt a fordulója, és ismét csak meg lett pörgetve a szerencse kereke. Ebben az esetben végül az Iron vs. of Misery map második variánsa jött ki. Úgyhogy kezdődhetett is a felkészülés. Mert ez a vadállat. Grrrr. Basz. Oké, Balos. Itt vagyok amúgy másik.
most kihasználod, hogy te értél oda előbb. De konkrétan mellé is spawnoltam. Csaló. Hogy nézzük őket? Stalkolt. Ha? Mind már innen. Várj, még ne fuss el. Ó, én már futok. Le kell mennem, check. Le... Igen, még arra várok egyébként, jesz egy picit, jesz. És indult az egy percetek. Libro blokkol. Úristen, nem tudom melyik gomba, izé, görgő, ugye? Vagy hát... Igen, görgő. Jaj, neked görgő, jó. Uh-huh. Azzal, azzal a legegyszerűbb death hardozni. Fél időnél vagyunk közben. Remek, remek. Jó, nyomjátok amúgy. Aki feláll, az a legnagyobb szigma. Az a kieső. Igen, pontosan. Aki feláll, az játszhat tovább egy fél-egyet. Legnagyobb szigma. Három. Kettő. És indul az Balos. Okay. És akkor nekünk meg így folyamatosan egy helyben, mit tudom én, egy két méteren mozogjunk. Nagyon-nagyon pici évben így van. De az a baj, úristen, itt nem is lehet úgy mozogni, hogy a madarak ne találjanak meg egy idő után. Szóval ez... Picikét help lesz. Nekem a kedvencem a zene, ami ilyenkor megy amúgy. Ez nagyon felspirálza a helyzetet. Jó, jól van, Balos. Goci feléd ment. Értem, te kaptam a madarat úgy, hogy mozogtam végig. Hát igen, mivel ekkora helyen nem tudsz úgy mozogni, hogy ne vegye észre. Már ez nagyon nagy mozgás, hogyha én most egy dobozzal, hát én is kaptam a madaramat. Hát pedig ez mozgok. Én is kaptam. Mi a fa? Mondom, ez túl kicsi a hely ahhoz, hogy mozog. 5 méteres rádiuszon belül kell mozogni. Amúgy te most megkelöld magad, Goci. Nem, én megvárom. Igen? De már kettő van! Kikérem magamnak. Hát nekem is már kettő volt, amikor felkapott. De hát nézd meg, folyamatosan mozgok, hát ez nem ér. Hát én ez most már teljes 102%-ba kérem ki magamnak. Jól van, Dóm, zseniálisak voltunk. Hát de nézd már meg is, mindjárt jön a harmadik. Nem érzékeli mozgásnak a játék, amit csinálok. És hallod, és Balas meg a legegyértelműbbet nem néz meg. És már harmadik, mi van? Jó, Tüti, ez csalás szerintem. Márk állította rá a madarakat. Igen. Hát de hát tudja, hogy itt vagyok, nyilvánvalóan felém, ja bocsánat. De hogy tényleg, folyamatosan mozog, ja bocsánat, nem szabad. Szóval folyamatosan mozog, de mi volt ez? Hát én is. Na jó, ez csalás. Ezt kikérjük, kikérjük de kikérhetőt. Az azt jelenti, hogyha a másik csapat is hasonló teljesítményel van, mint mi. Tehát ilyen kritikán aluli, akkor nem vész. Valós, konkrétan folyamatosan mozogtam. Én voltam az első, aki mellett elmentél, és konkrétan mozogtam, és megkaptam egy, kettő, majd három madarat. Úgyhogy tényleg folyamatosan mozogtam, szóval ezt kikérem. Ha jól látom egyébként, akkor ti se használtátok azt, amit az előző teamnek is mondtam, úgyhogy Balos le lett sügetítve, tehát most akkor igen, neked is elmondom. Ti sem használtátok ki azt, hogy a játék akciónak veszi a recovert. És ugye, ha végeztek valamilyen akciót, akkor ezzel ugye megakadályozzátok a madaraknak a bespawnolását. Én azt csináltam volna, hogy folyamat nyomom és kinyomom. Így van, felváltva, hogy recover, aztán picike keringés. Recover, keringés. Hát direkt nem mondom el nektek, na hát azért van egy határ. Oké, okay, de már én a legelején benyomtam 99-re. Igen, hát az volt a hiba. Az meg amíg a másik jött Balos, amíg jött Balos, addig én be 99. De amúgy a másik hiba az meg az volt mindkét csapatnál, hogy amint találtatok egy helyet, instant lefeküdtetek, holott elég lett volna, amikor azt mondja már, hogy indulhat a gyilkos. Van. Nem nagyon tudok mit hozzáfűzni a történésekhez, mert... hogy is mondjam... Nem nagyon volt idejük kibontakozni. Mind a két csapat kifejezetten hamar akasztásra került, de legalább már el tudtunk indulni az értékelés útján.
És nem tudom, hogy mekkora zsákba macskát árulok esetleg ezzel a kijelentésemmel, de... A többség teljesítményével nem igazán volt elégedett a látó. Kezdeném is egyébként az egyértelművel. Ezt írtam fel magunknak, vagy hát az értékelés során. Balos, te lényegében egy emberi porszívó lettél ebben a néhány percben. Tette mindenkit fellapátoltál a sorról, és felakasztottad őket. Úgyhogy emiatt te lettél a hétnek a győztese. Gratulálok neked! Köszönöm. Ez annyira ilyen. Annyira érzem ilyen. Jaj, hogy kell tapsolni? Ja, a soundboard. Na de a többiek. Igazából mindenkinél volt egy összeködő kapocs, amit felírtam a teljesítményekkel kapcsolatban. Mindenki így beszéltünk. Siralmas. Igen. Ez az! Valóban. Ez nem lehet sikerült megfeszülni ebben az epizódban, azt vettük egyébként észre. Igen. Úgyhogy tényleg igazából sorra mennék, hogy akkor ki milyen zónába került, veszély vagy biztonsági zónába. Hát Avokádó, te maradtál a biztonságos siralmas szintjén, úgyhogy te megéled még a következő epizódot biztosan. Oké, köszönöm. Godzi. Neked már lehet, hogy egy pár baj dönti majd el, hogy találkozunk-e még a következő epizódban. Úgyhogy sajnálom, te a veszélyzónába kerültél. Bence. Te is megúszod most egy figyelmeztetéssel ezt a hetet. Úgyhogy biztonsági zónába kerültél. És akkor marad nekünk itt egy ész és egy zeri. Illetve még marad nekünk itt egy Dawn, így van. Csak te elejjebb vagy nekem itt a kis értékedésben. Dawn és... És Zeri maradtak a biztonsági zónában, sikerült megúszni, viszont így van ész. Godzival egy pár baj dönteni el akkor, hogy melyikőtök folytatja a továbbiakban a játszmát. Szerintem ennél nem igazán lesz rövidebb értékelésünk a halálos játszmában, de tényleg reménykedem benne, hogy ennél ne legyen rövidebb. Viszont mivel ész és Godzi voltak saját a csapataik első akasztottjai, ezért számukra elkerülhetetlen volt a párbaj. A párbaj során mind a két játékos lesz egyszer gyilkos, egyszer pedig túlélő. Nem lehet náluk semmilyen perk, item, addon vagy offering, a pálya pedig a Suffocation Pit újabbik változata lesz. Továbbá mind a kettejüknek rá kell bólintania egy gyilkosra, mivel mind a ketten szívesen vennének részt a párbajban. És igazság szerint történt ezzel kapcsolatban egy kisebb fennakadás. Igazából, tehát én kallolok egy nurse-t, Godzikám, te nem tudom, mit szeretnék kallolni. Tehát igazából vinném tovább a többiek hagyományát egy réttel. Hát akkor én szerintem maradjunk az élme feldobásnál. Az, persze. Én benne vagyok. Akkor kerék? Dobjak fel egy érmét? Hát legyen inkább egy kerék. Akkor kerék, akkor x-elem. Nem. Volt egy ilyen sejtét, sem őszintén szól vagy. De ezt fogja választani. Hát mi mást? Igen, de hát eddig úgy voltam vele, abban reménykedtem végig, hogy csak nem észre kell mennem. Akarok létezni! Ez az! És nem is kell, így van. A játékos, aki tovább tudja túlélőként húzni a gyilkos idejét, bent marad a halálos játszmában, a másiktól azonban könnyes búcsút veszünk. Úgyhogy ha mind a két fél készen áll, kezdetét is veheti a párbaj. Thank you.
Ez bizony egy villámgyors párbaj volt, és bármennyire is dühítő esetleg, másodpercek hiánde Godzitól búcsúzunk. Győzelmet ugyan nem sikerült bezsebelni a játszmában töltött ideje alatt, de legalább meg tudtam mutatni, hogy mennyire oda tudja magát tenni, ha csapatjátékról van szó. Észnek pedig egy újabb lehetőséget adott a látó, hogy összeszedje magát és bebizonyítsa, igenis képes magával vinni a látó elismerését jelző serlengből. Halálos játszma mörcsből és 6000 Aurix-elből álló nyeremény csomagból. Nem sikerült épp a legjobb, vagy mondhatni leghatékonyabb módon megvalósítani a heti feladatot, de legalább Balos be tudta bizonyítani, hogy milyen is rekordidő alatt mindenkit kampóra akasztani. Meg egyébként is azért jó dolog néha inkább nevetni a folytonos feszengés meg félelme generálása helyé. Vissza tudna hívni, most éppen videót rögzítek. Ja, igen? Persze, nem probléma. De ők nem hiszem, hogy örülni fognak ennek. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videót, és remélem már szétvettiteket a kíváncsiság, hogy milyen egyik kellemes feladat vár majd a játékosokra jövő héten. Szavam ne feledjen ezzel kapcsolatban, de ha tetszett a videó és nem szeretnél lemaradni a halálos játszma legújabb részeiről, vagy mondjuk szívesen látnál más milyen DBD-s tartalmakat, akkor nem lehet rossz ötlet megnyomni a videó alatt található like gombot, és esetleg, ha úgy van, talán feliratkozni a Goosebump YouTube csatornára. És csak hogy eloszlassak némi kételyt a következő epizóddal kapcsolatban, itt is lenne néhány betekintő pillanat. Itt most nem manifestáljátok már be a doktort, mert beverem az altfényet. Annál mondjuk a pillert nem akarok, ne haragudjatok már. A pálya pedig nem más lesz, mint a Midwich. Éreszem? Nem, éreszem. De jó, izgalmas. Csak a feladat, várjad. Nyugi, mind meghalunk a végén, nem kell aggódni. Valóban. Hát igen, ezzel kellett volna felmenni hétbe és behúzni azt a Gendi instant. De ez most leinteltük a francba. Túlságosan is ilyen befosósra volt véve a dolog. De ez egyébként úgy talán kollektívan igaz erre a csapatra. Viszont itt lenne egy nagyon-nagyon fontos dolog, és még egy...